Egy délafrikai tározó vízébe dobja csaliát a kecskeméti Walter Tamás a negyedik horgászvilágjátékokon, ahol a magyar horgászválogatott két világbajnoki győzelemmel, egy ezüstéremmel és egy nyolcadik helyezéssel az édesvízi szakág éremtáblázatát is megnyerte nemrég. A férfi féderválogatott számára történelmi a siker, hiszen korábban soha nem sikerült ebben a kategóriában világbajnoki aranyat nyerni. Mint Walter Tamástól megtudtuk, a hasonló versenyeken gyakran előfordul, hogy óriási a különbség a csapatok között. Van például olyan is, hogy a három domináns csapat együttesen kevesebb büntetőpontot szerez, mint a negyedik. Itt ekkora szakadék ugyan nem volt, de nekünk, magyaroknak nagyon nagy előnyünk volt az, hogy pontja kellett horgásznunk, méghozzá arra méretű pontra és olyan körülmények között, mint itthon július-augusztusban. Uh, szemben mondjuk uh, a 20 országból 6 -tal, 8 -tal, ahol ez a halfa egyáltalán nem is létezik. Tehát nagyon aranyosak voltak a dánok meg a svédek, de, de nekik ilyen halra nem kell horgászniuk ugye otthon. Úgyhogy uh, itt az esélyesek között döntöttek most finom, finom dolgok. Az esélyesek és a mezőny között ott, ott elég nagy volt a választóvonal. Az egyik ilyen finom dolog az a Walter Tamás által bevetett trükk volt, amikor a féderezéshez szokatlan módon a horgászbotot nem a bot pihentette, hanem kézbe vette és úgy várta a bot hegyén megfigyelhető kapást. Erre azért volt szükség, mert az erős szél és a hullámzás annyira rázta a botot, hogy az a csalit is elkezdte mozgatni a vízben. Mozgócsalira viszont a ponty nem igazán harap. Walter Tamás meglátása szerint egy világbajnokságon az esélyesek köre nem a hétvégi két versenynapon dől el, hanem az azt megelőző öt tréning napon. A csapatgyőzelem kapcsán pedig felötölhet bennünk, hogyha a horgászatra általában magányos sportként gondolunk, hogyan kell elképzelni a csapatversenyeket. Akkor a különbség, hogy én már egyéni versenyen nem indulok el egyéni célra. Azért indulok el egyéni versenyen, mert az egyéni versenyek által gyűjtött ranglista pontok kvalifikálnak majd a VB csapatba a csapatverseny és a csapatban horgászat eh, információáramlás szempontjából ég és föld az egyéni versenyzéshez képest. Ugye ez egy empirikus tudomány, mi tapasztalatot gyűjtünk a vízről, a halakról, az időjárásról, minden egyébről évtizedeken keresztül, nem véletlen, hogy nem fiatalon szokták ezeket a versenyeket megnyerni, vagy hát legalábbis nem 20 évesen. És csapatban dolgozva, öt nap alatt, nem öt horgászat tudománya, akkumulálódik, hanem pontosan 30 év, hiszen 6 fős egy ilyen csapat. 5 induló versenyző és egy tartalék. Mind a hatan tréningezünk, és, és, 30 tapasztalatot gyűjtünk. Ráadásul nem is egyformájára formájára az agyunk, tehát teljesen más lehet egy, egy 30 éves ember fejében, mondjuk az új technikai újdonságok adaptálása szempontjából, és mondjuk egy 50-55 éves fejében, aki lehet, hogy abban mondjuk lassabb vagy rugalmatlanabb, viszont sokkal nagyobb tapasztalattal rendelkezik a halak viselkedését tekintve. És ezek mind összeadódnak, tehát óriási élmény csapatban megfejteni valamit. Péntek estére elkészül a recept, úgymond, utána minket szétültetnek, tehát együtt tréningezünk hétfőtől több péntekig, szombat vasárnap pedig szektorokra bontva orgászunk egyedül. De a csapat eredményünk az egyéni eredmények összességéből alakul ki, az pedig, hogy az eredmény eredményeink milyenek lesznek, az pedig hétfőtől péntekig a csapat munkájának köszönhetően alakul ki. Walter Tamás többszörös világ, Európa és hazai bajnok. Ezeken a felvételeken csak egy kis részét látjuk az általa megnyert érmeknek, serlegeknek. Felesége Walter Barna Diana a női úszós válogatott tagjaként ugyancsak csapat aranyérmet nyert Dél-Afrikában. A világon két olyan házaspár található, melynek mindkét tagja horgászvilágbajnok, az egyik ilyen házaspár brit, a másik kecskeméti. Walter Barna Diána ugyan mostanában nagyon keveset tud horgászni két kislányuk mellett, a siker mégis megtalálta őt is a világbajnokságon. A Walter Tamással folytatott beszélgetésünk során pedig nem csak a horgászat változatos szakkifejezéseit tanulhattuk meg, hanem azt is, hogy mi a különbség a versenyhorgászat és a peca között. A versenyhorgászat az egy munka. Élmény természetesen, de, de olyasmi valóban, mint mondjuk az autóversenyzőnek az autóversenyzésre való felkészülés, a, ott mindennek stimmelnie kell, ott egy, egy öt órás fordulót sokszor 5-7 felkészülés előz meg. És, és ezt nehéz könnyed pecának tekinteni. Amikor egy és egy és egy táskával le tudok menni a Dunára, beülök a csónakomba, és süllőzhetek egyet, vagy balinozhatok egyet a kedvemre, az a peca. Gyakran halljuk, hogy a magyarok milyen kevés halat fogyasztanak a nemzetközi viszonylatban. Walter Tamás szerint az összevetés azonban már csak azért sem állja meg a helyét, mert sok ország lakói a földrajzi adottságok miatt jelentős mennyiségű tengeri halat is esznek, a magyarok pedig leginkább édesvizieket. De nem csak ez a hátulütője a hasonló statisztikáknak. Magyarországon ez egy nehezen mérhető történet, és azt gondolom, hogy óriási különbség van mondjuk a budapestiek halfogyasztása és a bajaiak halfogyasztása között pláne a bajai, akire ide vonatkozó kérdésre adott válasza között már a kérdést se érti, hát ő minden másnap eszik halat. Úgyhogy én, én nekem ezzel a statisztikával lenne bajom. Uh, sokszor azt kérdezik, hogy mikor vásárolt utoljára étkezés célból halat. Ez is egy rossz kérdés. Mi horgászok nagyon sokszor hazavisszük és megesszük. Uh, az a véleményem, hogy sok halat kéne enni, az a véleményem elsősorban, ha már édes vizit, akkor a gadozó halat kellene többet enni, de a pontyot is természetesen lehet úgy készíteni, hogy jó legyen. Nagyon jó fehérje forrása hal, rendelkezésre áll, uh, szerintem finom, de ez ízlés dolga, és, és az én gyerekeim kapnak belőle rendesen, ott azért hetente van hal az asztalon. A Walter Tamással készült bővebb interjúnk hamarosan olvasható lesz a hírös.hu oldalon.